Nyissa meg a csatlakozás HTML állományt. Megnyitás. Csatlakozás. Küzdünk egyet a kódolással. Igen, újra töltjük. Ez egy űrlap. A név alatt itt található név felirathoz tartozó mezőjét módosítsa úgy, hogy az űrlap név értéke nev legyen, és a mezőbe írható karakterek maximális száma pedig 30. Tehát erről van szó. Jobb egérgomb, űrlap mező tulajdonságai. Nem text a névérték, hanem nev, és a szélessége pedig 30 karakter. Oké. Mindig mentek ilyenkor egyet-egyet, de nem csinálok új állomány. 10-es. Módosítsa a születési idő hónap mezőjét úgy, hogy a mező lenyíló legyen. És alapértelmezésben pedig a hónap érték legyen kiválasztott állapotban. Tehát így elég hülyén néz ki tényleg, tehát jobb egérgombbal kattintsunk rá, űrlapmező tulajdonságai, és mondjuk azt, hogy a magassága legyen 1, hiszen akkor lesz ebből lenyíló, viszont a hónapnál a kijelölve mellett a nem szócska, tehát a január van kijelölve, tehát ezt úgy látszik módosítani kéne, és tényleg már is ő lesz kijelölve, és az összes többi pedig nem. Megnézzük, oké van. És egészen jól néz ki, mentsük el, folytassuk tovább. A megjegyzés felirathoz tartozó szövegmező sorainak száma legyen 5, és a karakterek azon belül pedig 50. Tehát róla van szó, jobb egérgomb, űrlapmező tulajdonságai. Szélessége azt mondta, hogy 50, a sorok száma pedig 5. Így lényegesen nagyobb lesz a megjegyzés mező. Van-e még valami, amit ezzel csinálnunk kell? Így van, a benne lévő alapértelmezett szöveg, ha kérdése van, itt teheti fel, tehát visszamegyek űrlapmező tulajdonságai alapérték, ha kérdése van, itt teheti fel, felkiáltójel. Oké, ez megjelenik, de abban a pillanatban, ahogy belekattint az illető, törölhetővé válik. Ctrl-S, és ha jól emlékszem, akkor mentse és zárja be, tehát be is zárjuk. Készen vagyunk ezzel a feladattal.